A református gyülekezet vendége Lehotel M. János volt. Az esztét arra vállalkozott, hogy 500 év történéseit sűríti másfél órába. Előadásában arra kereste a választ, hogy a reformációnak milyen, ma is érzékelhető hatása volt a kultúrára, a művészetektől kezdve a jogon és a politikán át a gazdaságig. Hogy demokráciában és kapitalizmusban élünk, az döntő részt Kálvin tanainak köszönhető, kimondottan, tehát a kamatról, gazdaságról, az élethivatásról való fejtegetései lényegében megalapozzák a kapitalizmust, és ebből adódóan megváltoztatják teljesen a nyugati kultúra képét, és átalakítják arra a formára, amit lényegében ma láthatunk és tapasztalhatunk, ha kitekintünk az ablakon. A péntegi program a kanizsai estéknek már a harmadik állomása volt, még ugyanennyi előadás van hátra a sorozatból. Jövő héten Köntös László püspök helyettes beszél Európa jövőjéről, utána pedig az Alamegyei Levéltár reformációról szóló kötetét mutatják be. Kis Gábor, a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár igazgatója és dr. Kulcsár Bálint levéltáros ők fognak erről beszélni, vetített képes előadás lesz, tehát gondolom olyan dokumentumokat hoznak, amik, amiket hát nagyon nem látunk a mindennapokban, hanem olyan levéltárban volt megtalálható. A hagyományokhoz híven idén is egy kulturális rendezvény zárja a Kanizsai Estéket a Református templomban. Március 15-én a Fentős Ferenc Kamara zenekar előadásával búcsúzik a 20. Jubileumi évad.